Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ismét karácsonyi jótékonysági akcióra kerül majd sor Bátaszéken. Az önkormányzati testület döntése értelmében 2,7 millió forintot különítenek el a rászorulók karácsonyi adományainak fedezetére. Terveink szerint mintegy 180 rászorulónak. Itt is kérjük és hívjuk azokat, akiknek esetleg még van lehetősége, hogy ezt a programot támogassák. A megadott bankszámlaszámon lesz erre lehetőség. Annak érdekében, hogy ha rászorulók száma nő, már pedig valószínűleg nőni fog, minél több érintettet tudjunk ebben az ellátásban részesíteni. Forgalmi rendváltozásról is határozott a testület. Az oka frissen elkészült Kövesdi bekötő út védelme. A képviselők szeretnék, ha nehéz gépekkel csak különleges esetben járnának be a város részbe. Akiknek 3,5 tonnát meghaladó jármű van a tulajdonába, és Köves településre bekívánnak hajtani, nekik behajtási engedélyt kell kérni. Ellenkező esetben a KRESZ szabályi alapján a rendőrség eljárhat azokkal, akiket rajta kap gyakorlatilag a beközlekedés időpontjában. Energia megtakarítási célból döntött úgy a képviselők tanácsa, hogy igazgatási szünetet rendelnek el, mely a polgármesteri hivatalt érinti. A döntés értelmében december 22 és január 8 között csak ügyeleti rendszer működik majd a bátaszéki közös önkormányzati hivatalban.